Hello! Ma szeretném bemutatni neked a kereső optimalizálás igazi trükkjét. Azt az egyetlen egy trükköt, ami minden helyzetben működik, teljesen mindegy, hogy milyen honlapod van, hogy állsz most a keresőben, vagy akár milyen nyelven próbálsz meg keresőből látogatókat szerezni. Mielőtt ezt elmondanám, hadd mondjak neked egyetlen egy gondolatot a bűvészekről, a mágusokról. Ugye trükköt ígértem neked, trükköt vársz, és azt látom, hogy az emberek általában a kereső optimalizálást valamiféleképpen ilyen mágia-szerű módon látják, amit teljesen meg tudok érteni, mert olyan is sokszor nem tudod, hogy mi történik, valamitől egyszer csak jó lesz a dolog, és működik, és az ember azt hihetne, hogy valami trükk van mögötte. Nagyon sokan szeretik a bűvészeket, nem tudom, hogy te szereted-e vagy sem, de biztos, hogy láttál már ilyen bűvész előadást, ha más nem tévében, gyerekkorodban, bármikor. És figyeld meg, hogy van egy dolog, ami az összes ilyen előadásban ott van, és nagyon-nagyon fontos, sokkal fontosabb, kettő szempontból is fontosabb, mint gondolnánk, ez pedig a segéd, az asszisztens. Ugye az asszisztens az általában egy meglehetősen csinos hölgy, meglehetősen csinosan fölöltöztetve, mondjuk nagy kivágással, stb. És a következő célt szolgálja. Hogyha végig a bűvészt néznéd, mondjuk végig a kezét néznéd, vagy azon gondolkoznál, hogy mit csinál, akkor sokkal könnyebben ki tudnád találni, hogy mit csinál. Ugyanis itt az esetek többségében semmiféle varázslat nincsen, hanem olyan dolgokat csinál meg, amit te is meg tudnál csinálni, hát hogy valamilyen eszközök kellenek hozzá, de egyszerűen begyakorlod, vagy bárki begyakorolja, meg tudja csinálni. Viszont amíg az asszisztens nézed, amíg az asszisztens vigyorogva, mosolyogva körbe megy a színpadon, addig ráfigyelsz, és nem a bűvészre figyelsz. És ez az egyik trükk. Egyszerűen elviszik a figyelmedet, egy olyan dolgokra irányítják a figyelmedet, aminek nincsen köze a dologhoz valójában, viszont ettől lesz trükk, ettől lesz mágia, ettől nem fogod érteni, hogy mi zajlik. A másik dolog, hogy a bűvészek nagyon-nagyon jól tudják, a sikeres bűvészek, hogy mi a céljuk, mit kell elérniük az előadással, és ez a szórakoztatás. És a szórakoztatásnak az egyik eleme, hogy egy csinos asszisztens van ott, hogyha nem lenne ennyire csinos, akkor nyilván kevesebb embert és kevésbé szórakoztatna. És egy jó bűvész ezen dolgozik, hogy téged szórakoztasson, és ugye ezen dolgozik, sikeres lesz. Függetlenül attól, hogy mennyire parádés trükköket csinál, vagy mennyire egyedi trükköket csinál. És neked is ez a feladatod a kereső optimalizálásban. Tudnod kell a célt, és nem szabad, hogy megtévesszenek mindenféle asszisztensek. Az a helyzet, hogy amit hallasz, olvasol a kereső optimalizálásról, mindenki megpróbálja a figyelmedet az igazi megoldásról, az igazi trükkről elvinni. Megpróbálják veled elhitetni azt, hogy van valami olyan trükk, amit itt, hogyha így állítasz be, és annyi szót írsz, és ezt beírod, és így csinálod, és ezt használod, stb., akkor majd a Google szeretni fog, és akkor majd minden jó lesz neked. Holott nem ez az igazi trükk. Sőt, elárulom neked, nem az az igazi trükk, sőt, nem az az igazi cél, hogy mondjuk hányadik helyen vagy egy kulcsszóra. Senkit sem érdekel. Egyetlen trükk van a kereső optimalizálásban, hogyha te vállalkozóként ezt sikeresen akarod használni, az pedig az, hogy minél több látogatót szerez meg. Egyetlen egy dologra, hogyha figyelsz, ez, hogy hogyan szerez meg minél több látogatót, és elfelejted azt, hogy helyezéseken görcsölj, elfelejted azt, hogy mindenféle Google, nem is tudom, algoritmusokon, meg Google trükkökön, vagy Google-t átverő trükkökön görcsölj, és csak arra figyelsz, hogy hogyan szerez minél több és egyre több látogatót, akkor a kereső optimalizálásod sikeres lesz. Egyébként meg nem. Nagyon sok honlap tapasztalatából tudom ezt neked mondani, teljesen mindegy, hogy saját honlapokról beszélek, vagy ügyfélhonlapokról, aki erre figyelt a minél nagyobb látogatottság megszerzésére, mindenek előtt, vagy mindenek fölött, és akár fogalma sem volt ügyfeleink közül arról, hogy mondjuk milyen Google trükkök lehetnek, vagy milyen
Google algoritmusok lehetnek, mind sikeres volt, függetlenül a területtől, hogy hol volt a honlap, függetlenül a nyelvtől, hogy milyen nyelven ment a honlap. És a jó hírem számodra az, hogy ennek van egy módszere. Ennek van egy pontosan és minden esetben alkalmazható módszere, mégpedig, hogy hogyan tudsz akár a nulláról, akár már meglévő eredményről folyamatosan, szinte korlátlanul egyre több és több látogatót szerezni a keresőből, és én ezt tanítom meg neked a 4 napos keresőoptimalizálási tanfolyamon. Gondolkoztam, mielőtt felvettem ezt a videót, vagy elindítottam ezt a videót, és az az igazság, hogy még azt is el tudom neked mondani, hogy majdhogy nem sikeresebbek, ha ezen a tanfolyamot, akik elvégzik, azok az ügyfeleim, akik hát, hogy úgymond ilyen technikai analfabétának gondolják magukat. Tehát nem tudnak programozni, nem értenek, itt ami WordPress-hez, HTML-hez, internethez, nem fogalmuk sincs arról, hogy mi van a Google-ben, vagy milyen szabályok vannak. Egyszerűen azért, mert sokkal hamarabb megértik, hogy nem erre kell koncentrálni. Sokkal hamarabb megértik azt a 4 nap során, hogy akár nulla tudással, ha semmi más tudásod nincsen, csak azzal, hogy tudod, hogy mi kell a keresőnek, és nem technikai értelemben, és tudod, hogy neked egyetlen egy célod kell, hogy legyen, ez pedig a minél több látogató a keresőből, ezt megérted, akkor sikeres leszel. Úgyhogy én azt tudom neked javasolni, hogy nézd meg, majd be fogom ide linkelni ennek a képzésnek az anyagát, az oldalát, és ne halaszd, ne húzd tovább, mert teljesen mindegy, hogy hol vagy most, hogyha hajlandó vagy elfogadni azt, hogy egyetlen egy trükk van a Google-ben, ez pedig az, hogy minél több látogatót szerez, akkor én meg tudom neked mutatni a megoldást, és tudod nagy mértékben növelni a keresőből származó látogatottságodat. Úgyhogy nézd meg ezt a képzést, jelentkezz, és várlak ezen a személyes képzésemen. Köszönöm, hogy itt voltál!